A Fidesz KDNP nevében szeretném megköszönni a bölcsődei dolgozók egész éves munkáját. A járványokat különösen nagy kívás elé állította, és az egészségüket is veszélyezteti, hiszen minden nap gyermekek közelségében vannak. A gazdasági növekedésnek köszönhetően januártól újabb 20%-kal emelkedik a bölcsődei dolgozók bére. Ez már nem az első béremelés, hiszen 2010 óta több ütemben is emelkedett a bölcsődei dolgozók bére, és folyamatosak a bölcsödefejlesztések, építések országszerte. A baloldal nem becsüli a dol bölcsödei dolgozókat sem, ahogy általában a gyermeknevelést, a gondozás sem. A gyúcsány bajnai korszakokban a bölcsödei dolgozóktól is elvettek egy havi bért, és megalázó alacsony bérért dolgoztatták őket. A baloldal most is visszatérne ahhoz a rossz, elhibázott politikához, amelyel a bölcsödei dolgozók béremelése és állása is veszélybe kerülne. A bölcsődek építése helyett pedig előbb építenének a migránsok betelepítéséhez szükséges szállásokat. Magyarországnak előre kell menni, nem hátra. Állítsuk meg a baloldalt, amely a bölcsődei dolgozókat sem becsülte meg.